Na, jó reggelt kívánok! Nézed, már lemerül az aksi egyből. Szóval, mivel vagytok, vagy hárman a nézőim közül, akik most már azért hetek óta nyaggattok azzal, hogy legyen már videó a kis aranyosról, ezért most bemutatom nektek a mai videó főszereplőjét. A mai videó főszereplője Fiat Talento 1986-os évjárat. Ahhoz, hogy életre keltsük, ide kell hoznom az aksiját a traktornak. Tehát hozzak egy aksit bele, és aztán életre keltjük, és megmutatok mindenét. Oké? Na, vissza a buszhoz. Ismeritek azt? Egy lépést előre, hármat vissza. Kettőt előre, egyet vissza. Ismeritek azt? Na, pont ez történt most. Kiállok a busszal ide, hogy csináljak róla egy videót, erre fel. Leállt a motorja, és nem indul újra. És beindul, de azonnal leáll. Valami kosz lehet neki az éjébe. A vezetékekbe, nem tudom, meg kiugrott belőle egy egér is, lehet, hogy valamit elrágott a dög. Na mindegy, szóval, vissza a buszhoz. Mit, hol tartottam? 1986-os évjárat, Fiat Talento, becsületes neve. Ebből a fajta buszból elég sokat gyártottak, szóval Alfa Romeo-tól kezdve Fiatot, Peugeot, Fordot, rengeteg sokat gyártottak ugyanebből, ugyanez a kinézet. Annyi a különbség, hogy a hátulja, szóval az Alfa Romeo nem, az teljesen ugyanez, szóval annyi a különbség, hogy innentől kezdve, azt hiszem, ezt úgy hívják, hogy bézoile, azt hiszem, hogy innentől kezdve hátrafele más a felépítése. Szóval ez a különbség a legtöbbe. Amúgy teljesen egyforma. Na most nem tudom lecsukni nektek az elejét, mert itt töltöm az aksiát. Szóval a következőnek, a Ducatónál az volt a különbség, hogy a indexet azt hiszem fehér lett, és utána való Ducatónak pedig kirakták ide a lámpáját sarokra. De az nem számít, szóval mit mutassak még róla? Három személyes most, és teherkocsiként van bejelentve, vagyis volt bejelentve, szóval teherkocsiként szerepel. Na, megzavart asszonykám a videóba. Szóval folytassuk, mindjárt másik oldalt megnézzük. Nem tudom már hol tartottam. Ja igen, ott tartottam, hogy teherkocsiként szerepel. De eredetibe nem teherkocsi volt, hanem nem tudom pontosan, szóval vagy 6 személyes volt, azt hiszem 6 személyes volt eredetibe, de nem tudom pontosan, 6 vagy 7 személyes volt eredetibe, tényleg nem tudom megmondani. Szóval én már úgy vásároltam, úgy. Szóval úgy került hozzám, hogy már teherkocsinak volt bejelentve. Szóval nem tudom, miket mondjak róla. Szóval megmutassam, hogy mik azok a hibák, amiket javítani kell mindenféleképpen. Először beülünk a buszocskába, hogy megnézzük közelebbről, hogy mik vannak. Becsukom az ajtót, a ablak az nyitva van, bekapcsolom a ezét, a hűtést. Ha, nagyon jó. Na szóval, 214.376 kilométer van benne, ez biztos, hogy nem tekeredett át egyszer sem, mert első gazdától lett véve. Szóval ott voltam
a vásárlásánál ennek a busznak, mely én fordítottam, és az legelső gazdájától lett megvásárolva. Ez azért is biztos, mert a papírjaiba benne volt az első vevőnek a papírja, szóval az teljesen originál papír, csak a fene se tudja hol van. Szóval az közben eltűnt. Minden teljesen digitalizálás mentes. Ebben a legújabb dolog az én rádióm, ez is csak azért a legújabb, nem a legújabb rádió, de ez is csak azért egy ilyen újabb fajta rádió, mert van benne USB stick, és nekem az összes zeném az USB-n van. Az állítások hideg, meleg, nagyon jó a fűtése, mert a fűtőradiátort én szereltem, már Beneki vadonat új fűtőradiátorja van. Na, kényelmes, imádok benne ülni, vezetni, tényleg szeretem ezt a buszt. Na nézzük meg, hogy mit kell rajta javítgatni. Mi az az, amiért itt áll, és nincs bejelentve. Nézzük meg. Na szóval, az első, amit ki kell javítani, hát ez még jó, de már látszik, hogy repedezik a izé rajta a javítás, tehát ezt ki kell javítani, meg kell csinálni. Általában, mint minden öreg kocsinál, itt kezdődnek a bajok. Hát ilyesmik látjátok. Elkezdett átrohadni, ezeket mind ki kell javítani. Ki kell vágni, és egy lemezt oda heggeszteni. Itt egy haverom heggeszgette már, még Berlinbe. Látszik heggesztés nyoma. Ezt nem tudom, hogy milyen állapotban, ezt is ki kéne javítani az egészet. Szóval ilyen karosszéria munkák vannak. Várjatok, ki kell, hogy nyissam ehhez. Aztán itt van ez a gumi tömítés, látjátok, el van öregedve, ki kell cserélni egyszer körbe. Akkor ezt kéne meghegeszteni, lökhárító, de hát ez olyan, hogy az ember, tudjátok, fog egy sindarabot, azt felheggeszti, az is ugyanolyan, csak nehezebb. Szóval ez egy olyan dolog, hogy meg lehet csinálni. Ez itten volt csinálva, mikor utoljára vizsgáztattam, akkor meg lett csinálva mind a két oldal, ki volt rohadva. Az meg lett javítva már akkoriba. Ez megvan, egy hiányzó darab, az ott van. Na, azt kell megcsinálni, mert a csavar, ez a csavar még jó. Ez a csavar bele van rohadva. És ez a műanyag nem épp egyszerű feltenni rá, szóval ott valami kitört. Szóval azt javítani kell, de hát már van annyiféle műanyag ragasztó, meg ilyen-olyan kettes ragasztó, hogy meg lehet csinálni. Látjátok ezt? Ez okos volt. A volt gazdája hátrafenet menetbe neki tolatott egy izének, egy tetőnek, egy lapos tetőnek itt is, ott is. Van ilyen. Na, itt nagyon csúnyán néz ki, ezt meg kell heggeszteni. Akkor itt szintúgy meg kell csinálni, ezt is meg kell csinálni. Szóval ezt látszik rajta. Viszont ezt a részt meg lehet vásárolni egészbe, szóval ezt itt az ember leveszi. Itt a kötés, leveszi, és ezt egészbe ki lehet cserélni. Az interneten 28 euró ez a rész. Szóval az ember lecsavarozza, vagy nem is tudom, hogy van ez odatéve, és ki lehet cserélni. Más baja nincs. Hát állt 7 évet állt a busz. Ez természetesen semminek nem tesz jót, ha 7 évig áll. Na, nézzünk róla egy kis érdekességet. Verzión 280-as UK. Nem tudom, hogy ebből mit értetek meg. Szóval ez itt a motorszám is rajta van.
aztán nem tudom, hol van az a másik. A másik az pont itt van alatta. Ja, a fontosabbik az itt van alatta. Hú, de jó nehéz az izé. Töltő. Imádom azt a töltőt, nemrég kaptam a sógoromtól ajándékba. Karácsonyra kaptam. 80%-on van. De nem azért vagyunk itt. Motorikusan jó. Szóval egy 1.9-es motor van benne. Azt hiszem 1.9-esnek van írva a motorja. 75 paci. Hát a max az 115 km a max, de ilyen 110-es tempóba a utazási sebesség neki, és akkor még nem akar szétesni a zörgéstől mindentől. Fogyasztása az nagyon barátságos, mert hát így 110-es tempóba autópályán 5 liter, 5,5, bent a városba 6-ot csócsál csak meg, szóval nagyon jó fogyasztása van. Ez attól van, hogy a motor, ami benne van, az igazság szerint ennek a picike kis buszocskának, aminek alig van saját súlya, túl nagy. Szóval nem túl nagy, de nagy a izéje. Szóval pici busz, nagy motorral. Na, mi van még? Ja, belsőjében vannak dolgok, amiket ki kell javítani, amit heggeszteni kell. Mondottam, itt van ilyen, ki van rohadva, szintúgy a másik oldalon, látjátok, ott van ki rohadva, ott nem is tudom, ott nem néztem, hogy ki van rohadva, valószínűleg ott is, ugyanúgy, mint itt, itt meg kell javítani. Szóval ennyi a karosszéria munka. Nem vagyok karosszériás, az a helyzet, de szerintem ez nem olyan marha nagy dolog ezeket kijavítani. Szóval az ember ilyen helyeken hát kivágja és odahegeszt egy ezért keményebb lemezt. Alulról izékkel neki, szóval védőzni kell alulról. De szerintem nem olyan, lehet, hogy én vagyok tök hülye hozzá, de szerintem nem olyan nagy munkálatok ezek, hogy ne lehessen megcsinálni. A legnagyobb gondja az, hogy mondom, mám, amikor indítottam be, mikor ide átjöttem vele, akkor kiugrott belőle egy egér, láttam, hogy elszaladt, és attól tartok, hogy valamit megrághatott, mert leállt a motor, és azóta nem akar újraindulni. Vagyis mindjárt megmutatom, hogyha levettem az aksi töltőt róla, hogy mit csinál. Szóval beindul, de azonnal kimegy. És szerintem valami kosz van neki az éjjébe. Szóval az adagoló, a filt, az szűrő, az ki lett takarítva a múltkor. A tankba menő csövet, azt az előbb kifújattam levegővel. Szóval ott jön is a sprit. A másik irányba is megy a sprit. Szóval nem tudom, valahol egy olyan helyen, ahol nagyon nem kéne, van benne valami koszam, ami nem engedi, hogy tovább folyjon az anyag. Tehát én nem vagyok autószerelő, sajnos, és nem igazán tudom, hogy mihez kéne hozzányúlni, és mit kéne kitakarítani ahhoz, hogy tudjam, hogy tényleg mi a baj. Hát valami az adagolóval van a baj, az biztos. Biztos vagyok benne, hogy adagolójával, szóval ezt kéne itten kitakarítani, az adagoló részt. De én megmondom őszintén, életemben nem szedtem szét még autónak az adagolóját, úgyhogy nem szeretném szétszedni, mert nem vagyok benne biztos, hogy ugyanúgy össze is tudom rakni, hogy szétszedem, szóval kis motor, vagy motorokat, robogókat, meg mit tudom én, kis traktorokat még megszerelek, de ez nekem már túlmegy azon a tudáson, amit én nekem van. Szóval én nem szerelő vagyok, én csak baszler, nem tudom, hogy mondják ez magyarul. Úgyhogy 85-ön van, szerintem leveszem és ráindítok, hogy halljátok, hogy hogy zörög. Jó,
Szóval újak benne, tényleg azt nem is mondtam, hogy mi benne az új. Szóval mindjárt megmutatom. Alá kell menni. Mivel látjátok, a kipufogója az teljesen új. Akkor, mint mondottam, a hűtő-fűtő radiátor bent az teljesen új benne. A hűtő radiátor, vagyis a hűtője. Látjátok a hűtőt? Ez is teljesen új. Akkor a izzítógyertyák teljesen újak benne. Szóval van az a lámpák újak, látjátok, teljesen tiszták, ki lettek cserélve annak idején, mikor így vettem hozzá dolgokat, szóval vettem rá új lámpabúrákat, mert a régiek az már nagyon szürkék voltak, szóval látszik is, hogy világít a busz rendesen, és látszik az a búrán, hogy újak. Szóval van egy pár dolog, amit tényleg ki lett cserélve. Hátul, melyik oldalon? Nem tudom, melyik oldalon. Ja, ezen az oldalon. Azt hiszem, ezen az oldalon, mindjárt megnézem. Csaki, menj onnan! Menj már innen, kutyám, légy szíves! Takarmány! Most ezen az oldalon szedtük ki? Vagy ott? Ezen az oldalon, mert itt van lekenve. Ja. Szóval ezen az oldalon cseréltem laprugókat a kocsiba. Ja. Szóval kilettek cserélve a laprugó. Szóval nem egyesével, hanem kompletten az egész. Jackie, menj onnan! Amúgy, hát mint mondottam, ezt a buszt általában állatvédelmi célokra használtam, szóval rengeteg kutyát mentettem evel a buszba, vagy evel a busszal, ebbe. Rengeteg kutya látta ezt már belülről. Akkor szállítottam vele mindig segélyeket. Szóval a busz megjárta, elég sok menhelyt megjárt. Spanyolországba, Franciaországba. Franciaország nem menhely, hanem izén. Sintértelepen jártunk vele, akkor Lengyelországba voltam vele. Lett volna egyszer olyan, hogy Romániába kellett volna menni, azt elutasítottam, mert nem. Oda nem akartam, ott nem akarok belefolyni, de akik állatvédelemben valamik is benne voltak, azok tudják, hogy Romániában van izé. Szóval a Bukarestben, amik vannak, ezek a shelterekben, az nem embernek való, szóval állatnak még kevésbé. Na mindegy, ebben most nem akarok belefolyni. Szóval elég sokat Magyarországra is vittem, két vagy három alkalommal vittem Magyarországra. Várjunk csak. Budapest. Things. 4 alkalommal mentem Magyarországra, ezért segéllyel, ebből a busszal. Ja, volt egy, hogy karácsonykor szállítottam vele csak kutyakaját. Tele volt az egész busz száraz kajával, gondoljatok bele. Akkor Budapestre vittem mindent, kutyakajától kezdve mindent. A szabadszállásra vittem egyszer. Nagyon sok mindent, kutyakajától kezdve mindent, meg hódmezővásárhelyre vittem egyszer, akkor is tele volt pakolva. Ja. Hát szóval ilyen ez. Amúgy mindig az utazásaim során, mikor utaztam vele valahová, és mikor ki volt ürítve a busz, ezért vannak feltéve ezek a matracok oda, meg ez a matrac is azért van itt bent, szóval az oldali tele voltak matracokkal, akkor általában itt aludtam bent a buszba. Itt főztem kávét magamnak, vagy ezt-azt, ami kellett. Még az alján volt ilyen USB lapok, azt nem rég szedtem ki, mikor itt volt a sógor, akkor vettem ki az USB lapokat belőle, mert meg akarta nézni, hogy milyen az alja. Na, szóval így néz ki. Ez az én kis buszom. Aztán mindjárt megnézzük, hogy beindul. Ha beindulna, akkor visszaállok oda, ahol az előbb álltam vele. Legalábbis megpróbálok.
Na, figyelj! Na, járjátok, beindul, azt leáll. Beindul, leáll. Szerintem nem kap anyagot. Nem vagyok autószerelő, de szerintem nem kap anyagot. Azonnal leáll.